Lassan egy éve kell ezeket a különleges védőfelszereléseket hordaniuk az orvosoknak és az ápolóknak a Jós András kórházban a koronavírus járvány miatt. A tavaszi első hullám után az őszi második hullám is jelentősen megterhelte az ellátórendszert. Novemberben volt a legkritikusabb a helyzet. Akkor a Nyíregyházi mellett a Fehérgyarmati Kórházat is bevonták az ellátásba, ott kizárólag COVID-betegeket gyógyítanak. Az esetszám azóta ugyan csökkent, de még most is sokan fekszenek ilyen panaszokkal a megyei kórházakban, mondta a főigazgató 35 perc című műsorunkban. Jelenleg is egész magas számban, még 200 körüli koronavírusos beteget ápolunk a koronavírusos részlegeinken, illetve az intenzív osztályok még telítettek, az intenzív súlyos betege, betegek száma nem csökken olyan gyorsan, mint ahogy a, a járvány egyébként. Csökkenőben van, így még 40 fölöttém azoknak a száma, akik súlyos állapotúak és intenzív ellátást igényelnek. December 27-én a megyében is elkezdődött a vírus elleni védőoltások beadása. Elsőként az egészségügyben dolgozók kapták meg a vakcinát, majd a szociális területen dolgozókat és gondozottakat oltották be. Vasárnap befejeződött itt is a kampány, a megyében 5500 személy kapott oltást. Egy fél kell, jó? Csütörtökön azoknak a 80 év feletti időseknek az oltása is elkezdődik, akik előzetesen kérték a vakcinát. A háziorvosok megkeresik azokat a betegeiket, akik regisztráltak az oltásra, 80 év felett vannak és magas kockázatú csoportba tartoznak. Az ő oltásukra két módon van lehetőség, a háziorvos vagy a saját rendelőjében, vagy akár a beteg otthonában is meg tudja szervezni az oltást, illetve lehetősége van a megye kórházaiban kialakított oltóhelyekre is beutalni a betegeket. Egy háziorvos hat beteget tud beküldeni ezen a héten csütörtöktől vasárnapig időpontegyeztetés alapján a kórházakban, és ott elvégezzük ezeknek a magas kockázatú idős betegeknek az oltását. A főigazgató hozzátette, a kampányt kizárólag a rendelkezésre álló vakcina mennyisége befolyásolja. Ha lesz belőle elegendő, akkor több tízezer jelentkezőnek is képesek egyetlen hétvég alatt beadni a védőoltást.